távol a Budafok belvárosi forgataktól nem mindennapi művészeti élmény várta a budafoki pezsgő bornapok látogatóit a Sörház utcában. A volt Hagenmacher Sörház itt található épülete új funkciót tölt be, amióta Kultikum rendezőház néven igazi loft stílusú művészbázissá alakult át. Itt a Bor Fesztivál keretében a jelen programpontunk, mint Kultikum rendezőház, 3-4 programtípusra bontható. Egyik a borkóstoló a Hangavári Pincészet jóvoltából, Tokaj hegyaljáról. Ők már több egyére járulnak hozzá a Kultikum rendezőháznak a bor ellátottságához, és mások szerint is nagyon jó minőségű termékekkel, többféle kategóriában. Másik nagy ajánlatunk a látogatók számára a bicikli vagy kerékpárpont program, amely alkalmával egy helyben gyártott, itt Budafokon gyártott bicikli márkáról lehet szó. Azon túl pedig nem mellesleg egy 8 alkotóból álló kis a 8-ak tömörületnek betézett más bezenében Metit alkotóknak a tárlata látható, mint időszakos kiállítás. Itt jó magammal együtt további 7 alkotótársal többfajta alkotói témakörben eltrográfia, fotoművészet, kinetikus fényobjekt, illetve ezek átmenete is szerepelnek egyik másik művész által. Nagyon speciális és látványos produkciók ezek a kortárs modern művészeten belül. A most kiállított kortárs művek jellegéről és az alkotás folyamatáról is kérdeztük a házigazdát. A eltográfia az általában, ami szembe megy a klasszikus fotótechnikával, szembe megy a klasszikus nyomdatechnikával, hanem meglévő, általában ismert technikai eszközöknek a speciális alkalmazására épül, akár mint a fémásoló, a szkenner, a fényképezőgép, az analóg vetítőgépek által összekóborált átmeneteket használva, és így olyat hoznak létre, amiből a befogadó nem is biztos, hogy tudja, hogy ez hogy készületett, hogy ez honnan indult el, mi volt az alap videóforrás, ami aztán megjelenik egy akár fali vagy posztumensre épített tárgyon, műtárgyon. De hogy miért is nevezhető ez a irányzat művészetnek, én megbocsátom ezt a helyzetet a mindannyiunknak, akik ebbe alkotók vagyunk. Hát ugye valaki a eltrográfia, valaki a fényobjektes irányba, mint én, mert számos más művészeti irányzat ismert belföldön, külföldön, ami sokkal több magyarázatra szorulna ahhoz, hogy miért nevezhető művészetnek. Úgyhogy szerintem ez még bőven benne van a művészeti kategóriának való sorolásba az én szubjektív látásom szerint. A renovált háromszintes épület fennállása óta eddig több mint 20 eseménynek adott helyet. Tavalyi évben például a,
a kulturális örökségnapok hétvégéjét is meglovagoltuk, ami ugye szeptember közepén szokott lenni országosan, meg országon kívül is már újabban, és tavaly az a megtisztelő statisztikai paraméter jött össze, hogy Budapesten voltunk 84-en helyszínek, abból 22. kerületben csak a Kultikum rendezőház, illetve hát volt több kerület, ahol senki sem. Tehát így, ha kicsit eltúlzom, akkor 4 kerületen csak a Kultikum rendezőház viselte ezt a kulturális örökség napjainak a helyszín szolgálatát. Nagyon nagy sikerrel jegyzem meg. El voltam képedve a látogatóknak a precizitásától. Minden más fesztivált szerintem meghaladt az a fórum. Ezen túl pedig a Design Hét, egy nagy visszatérő programunk. Annak is már több egyére voltunk helyszíne tavaly, annak leszünk idén is helyszíne. Illetve van egy olyan rendezvényszerűség, vagy legalábbis egy országos akkreditáltságú nagy fórum, amiről nem beszélhetek, mert diszkréciót kértek tőlünk a minisztériumból, de a Kultikum rendezőház ott is egy nagyon viszonylag magas pozíciót ért el, mint autentikus történelmi épületnek a újra reformálása a barnamezős korszakából a használható és talán reprezentatívnak tűnő állapotába.